Az országgyűlés tavaly decemberben döntött arról, hogy március 16-át a Magyar Zászló és Címer emléknapjává nyilvánítja. A képviselők eredetileg március 23-át javasolták a Magyar Zászló és Címer napjának, hogy az ország így emlékezhessen az 1848-as 21. törvénycikk elfogadásának napjára, amely nyilvános ünnepek alkalmával az összes közintézmény és magyar hajó esetében kötelezővé tette a nemzeti lobogó és az ország címerének használatát. Egy módosító javaslat azonban a dátum március 16-ára való módosítását kezdeményezte, arra hivatkozva, hogy az eredetileg javasolt dátum 8 éve a magyar-lengyel barátság napja, a nemzeti zászlónak és címernek pedig indokolt lenne önálló napot kijelölni. A magyar zászlónak is kell egy ünnep, mert ehhez rengeteg dolog kötődik. Például a színei, a piros az erő, a fehér a hűség, a zöld a remény színe, és szerintem benne van, hogy a magyar népnek mi kell ebbe a három színbe. Kerepesváros idén az elsők között ünnepelte a Magyar Zászló és Címer napját. Az ünnepség résztvevőit Franka Tibor polgármester köszöntötte. Kedves gyerekek és kedves felnőttek! Soha nem láttunk még zászlót földön, csak akkor, ha vereséget szenvedtünk. Ha egy zászló a földre kerül, az a nemzet elveszett. A zászló nem csak szimbólum, hanem jelzi azt, hogy mi magyarok élünk és létezünk. A zászló mindig a fejünk fölött lobog. A zászló közöttünk és a jóisten között lobog, és jelzi azt, hogy vagyunk, élni akarunk, itt akarunk maradni, ahhoz van jogunk, amit nekünk, az őseink itt, e hazában megteremtettek. Én nagyon boldog vagyok, és büszke arra, hogy ilyen sokan itt vagyunk. Ez a legnagyobb siker egy város életében. Az, hogy a gyerekek jönnek, a pedagógusok, és mindenki igyekszik, gyakorol, idejét áldozza, és eljön ide, hogy együtt ünnepeljük a magyar zászló és a magyar címer napját, ez igazán felemelő érzés, és torokszorító érzés. És én ezt büszkén vállom, és nagyon büszke vagyok önökre, és a gyerekekre. Hiszen róluk szól az a történet. Majd ezt a zászlót nekik kell magasra tartani, amikor mi már eltávozunk a földi világból. És ennek most kezdete, és itt most meghirdeti Kerepes városa, hogy jövőre a zászló napján, amely iskolák versenybe szállnak, és hasonlóképpen ünnepelnek, akkor Kerepes város ezt 100.000 forintos jutalommal óhajtja a jövő esztendőtől finanszírozni. Tehát szeretnénk egy hagyományt teremteni ezzel a mai nappal, amikor is elsőként szerintem Magyarország legnagyobb élő zászlóját fogjuk közösen bemutatni. Kunszabó István vezérőrnagy a Honvédelmi Minisztérium társadalmi kapcsolatokért felelős helyettes államtitkára úgy véli, a magyar zászló és a címer napja egy újabb méltó ünnepe a nemzeti összetartozásnak. A címer az összetartozás beszédes szimbóluma ősidők óta. A régi családi címerek, az egyes közigazgatási egységek címerei rengeteg információt hordoznak a hozzáértők számára. A zászló, a lobogó, ugyancsak kiemelt szereppel bírt a történelem folyamán. Zászló alatt gyülekeztek a katonák, mielőtt harcba mentek, kitűzték a zászlót a vár fokára, ezzel jelezve, hogy aktuálisan kinek az uralma rá tartozik, és életük árán is megvédték a zászlót az ellenséggel szemben. Ahogyan Kosztolányi Dezső írja, csak bot és vászon, de nem bot és vászon, hanem zászló. Mindig beszél, mindig lobog, mindig lázas. Mindig önkívületben van az utca fölött, föllengő magasan egészen az égben, és hirdet valamit rajongva. A zászlónak múltja van, a zászlót a tisztelet illeti, hiszen a zászló mögött emberek vannak, családok, közösségek, akik közös értékeket valva élik minden napjaikat. Minden zászló közül a legkiemelkedőbb azonban a nemzeti lobogó. A piros, fehér, zöld trikorol az erő, a hűség és a remény hármasa láttán, minden honfitársunknak, fiatalnak és idősnek megdobban a szíve, hiszen miközben rátekint, tudja és érzi, hogy mit jelent magyarnak lenni.
Az élő magyar zászló, amelyet itt most látni fogunk, nagyszerű kezdeményezés, amelyet ezúton is megköszönök Franka Tibor kerepesi polgármester úrnak, és a jelenlévő minden kedves diáknak és pedagógusnak, akik részt vesznek ebben. Ezt az összetartozás érzést kérem, hogy ne feledjék soha, vigyék magukkal a lelkükben és a szívükben, életük folyamán bárhova is vezet az útjuk. A rendezvényen részt vett a történelmi vitézirend díszegysége, vitéz dr. Bucsi László törzskapitány vezetésével, aki egyben a Magyar Lobogó Társaságának alapítója is. A Magyar Nemzeti Lobogó Társasága Gödöllőn 2000-ben alakult meg, körülbelül 1200 tagja van, nem bejegyzett civil szervezet, viszont akik ezt elfogadták, ezt a gondolatot, hogy házukon, kerítésükön, lehetőleg nem csak a hivatalos ünnepnapokon, de kitűzzék a címeres nemzeti zászlót, azok egy kis cédulán aláírták, hogy ezt elfogadják, volt egy belépési nyilatkozat, és onnantól kezdve tudjuk, hogy kik tartoznak ebbe a közösségbe, egy szép hagyományőrző közösség, és hát egy elég komoly létszám. Ennek egy része ugye a történelmi vitézrendnek az állománya, amely állományból most egy kisebb díszegységgel tudtunk itt megjelenni. A történelmi vitézi rend, illetve egyben a Nemzeti Lobogó Társasága hogyan fogadta ezt a hírt, hogy a kormány ilyen döntést hozott? Nagy örömmel fogadtuk, annál is inkább, mert évtizedek óta várjuk ezt a döntést. Figyeltük a parlamenti csatákat, hogy hogyan próbálják egyes honlatják a magyar címeres nemzeti lobogót elfogadtatni, mint állami zászlót. Ez többszöri kísérlet után sem sikerült, viszont ez a mai eset és ez a mai alkalom, ez a határozat, ez végül is megoldotta a kérdést. Ugye március 16-án minden évben most már illene minden iskolának, minden intézménynek megemlékezni a magyar nemzeti színekről és a magyar koronáról, a magyar címerről. Ugye ez a kis címerünk, és hát a címeres nemzeti lobogónk egyesíti ezt a két nemzeti jelképet, a hármas piros-fehér-zöld magyar szint és a kis címerünket. Pár Tibor látványos zászló koreográfiáját a kerepesi Széchenyi István Általános Iskola és Alapfokú Művészetiskola diákjai adták elő. Körülbelül 15-20 éve tanítok táncot, néptáncot a lakhelyem körül, illetve ahol felkérnek erre, és egy 10 évvel ezelőtt érkezett kollégáimmal, barátaimmal az ötlet, hogy zászlós koreográfiákat is kéne készíteni, és ezt nagyon sok ünnepségen már be tudtuk mutatni, viszont ekkora létszáma, ekkora gyerek létszáma még soha sehol. A felkérés az egyik ismerősömtől érkezett, aki tudta, hogy én alkotok, koreografálok ilyen táncokat, és ő úgy gondolta, miután hallotta a polgármester óhaját, hogy kéne kerepesen a zászló napja alkalmából valami nagyszabásút alkotni, hogy megkeres engem és összehoz a polgármester úrra. Hát én nagyon örülök, hogy így összeállt ez a koreográfia. Rövid időnk volt rá, igazából 2 héttel ezelőtt jött a felkérés, gyors és pontos szervezést igényelt, a próbák kiírása, a gyerekekkel tornateremben próbáltunk, tehát nagyon talpra esettek voltak a gyerekek, mert a tornaterem félszer ekkora, mint a focipálya, ezért a mai nap során jutott arra lehetőség, hogy egy óra alatt beállítsuk a focipálya méretére ezt a koreográfiát, ezért én is nagyon köszönöm a lehetőséget, de elsősorban a gyerekeknek gratulálok, illetve a szervezőknek. A próbákon nagyon-nagyon sokat odafigyeltünk, követtük, amit mondott a koreográfus. Nagy megtiszteltetés, hogy ez az egész esemény a mi iskolánkat érte. Úgy lelkileg és így összességében felkészültünk rá, ma voltunk először kint a sportpályán, ennek akadtak nehézségei, mint például a szél, hogy rángatta nagyon a zászlót, így sokkal nehezebb volt, mint a fedett sportcsarnokban az iskolánkban. Én ezt nagyon élveztem, mivel hogy még soha nem voltam
ilyenek részese, és én is nagyon örültem, hogy hozzánk is eljött ez a dolog, mi vagy így a zászlóval, meg hogy így mindennel, így az osztálytársaimmal nagyon jó móka volt. Nem volt az, hogy kell ezt csinálni, hanem hogy ezt lehetett. És én mindig is választani szerettem volna, és szerintem ez nagyon jó volt. Meg kell említenem Comba Imre nevét, aki mai modern zeneszerző, és az ő alkotására készülhetett ez a három etüdös tánckoreográfia. Az első zene az egy dinamikusabb zene, amire könnyebben tudnak futni a gyerekek, látványos, hogyha forognak az zászlókkal, látványos, hogyha jobbra-balra kiemelik az zászlókat. A második zene az a tavasz ízét hozta, Tavaszi szél vizet áraszt, ugye régi magyar népdal feldolgozást hallhattunk. Arra már lassabb zászlómozgatásokkal, lassabb mozdulatokkal alakulhatott ki egy nagyon szép virágszírom, és a vége zene szintén egy dinamikusabb Comba Imre mű, amire pedig egy nagy trikoról alakult ki, illetve a koreográfia vége felé egy kokárda, és a végén egy hatalmas tabló. Igen, hát polgármester álma az volt, hogy több mint 167 zászló jelenjen meg a mai nap során itt a pályán. Hát ez meg is történt, ugyanis nem csak a Széchenyi István Általános Iskola gyerekei táncoltak a zászlókkal, hanem jelen volt a Történelmi Vitézi Rend díszegysége, valamint jelen voltak helyi hagyományőrzők, illetve a helyi civil szervezetek önkéntesei is tartották a Történelmi Vitézi Rend zászlóit. Tehát több mint 200 zászló vett részt ebbe a gyönyörű ceremóniában. Ez a kezdeményezés, amit most itt a Franka Tibor polgármester úr elindított, ez szerintem egy példaértékű dolog, és hát első szóra itt voltunk. Annál is inkább, mert hát a szívünk csücske volt ez a dolog, és szerettük volna korábban is már ezt megtenni. Voltak kezdeményezések, hogy itt-ott a Nemzeti Zászló Napját megünnepeljék, illetve zászló bemutatókat magunk is tartottunk. Tehát Gödöllőn például a Lázár Lovasparkban jó néhány évvel ezelőtt
a történelmi, magyar történelmi zászlósort a saját embereink egy rendezvény keretében egyesével felmutatták annak a történelmi hátterét, a zászlók szimbolikáját, ezeket ott elmondtuk. Tehát ennek vannak előzményei, viszont így, hogy parlamenti határozat van a dolog mögött, egészen biztos, hogy ez egy sokkal nagyobb súllyal fog alakba esni, és én bízom benne, hogy ezt tényleg meg fogják fogadni az iskolák. Ez egy csodálatos dolog volt, itt tényleg szívszorító dolog volt. Ezek a gyerekek olyan örömmel vitték az ászlót, és hát látszott, hogy élvezik, szeretik, és majd, hogyha belül is ez beépül valahova ide a mellény alá, és a magyarságukkal összeköttetésbe kerül, és elválasztatatna lesz, hát az lenne a célja talán ennek a dolognak.